új koreográfiát tanulnak a szenior örömtánc résztvevői. A József Attila Művelődési Házban szerdánként 13 órai kezdettel Szücsné Gyöngyösi Ildikó tartja az igazán vidám hangulatú táncórákat, amelyekre 60 év felettieket várnak szeretettel. Biztatásul a csatlakozáshoz áruljuk el, hogy 80 év feletti csoporttag is részt vesz az alkalmakon. A szenior örömtánc oktató, egészségfejlesztő mentálhigiénés szakember ismerteti a szenior örömtánc lényegét. Amitől kifejezetten szenior ez a mozgásforma, az, hogy nem kell párt hozni magukkal, hanem itt a hölgyek egymással állnak párba, és akkor úgy szoktunk táncolni. Többféle táncforma van, többféle zene van. Egyébként annyit tudni kell erről a szenior örömtánc mozgásformáról, hogy ennek már több mint 30 éves múltja van, és világszerte ismerik egyébként már. Magyarországra most jött be, ezelőtt egy 5 évvel, most már azóta igen sok oktató meg is tanulta, és országszerte mindenki, vagy hát az oktatók nyilván tanítják, úgyhogy nagyon hamar, 4 év alatt nagyon-nagyon-nagyon sokan népszerű mozgásformát is sokan csinálják, úgyhogy mi ennek nagyon örülünk. Itt is nagyon jó kis csapat van, nagyon jó hangulatban telnek ezek az órák. Szoktunk együtt menni, kirándulni, táborozunk, szoktunk közös programokat szervezni. Úgyhogy jó kis erős csapat van itt Dunaharasztin. Órákhoz folyamatosan lehet csatlakozni, mert minden órán új koreográfiát tanulunk. Persze vannak ismétlések, de általában új koreográfiát tanulunk. A koreográfiát pedig úgy kell elképzelni, hogy ezek nagyon egyszerű lépések, de hogy így egymás után vannak téve, meg kell jegyezni a sorrendet. Úgyhogy ez nem csak öröm, meg mozgás, hanem egyben agytorna is. És így aztán, hogy mindig újat tanulunk, persze folyamatosan várjuk az érdeklődőt, lehet csatlakozni a csoporthoz. Most ugye nyári kis csoport van, viszonylag kisebb létszámmal, de egyébként azért 20-25 fő szokott jelen lenni az órán, amikor minden rendben van. Nyilván most ez a Covid egy picit megtépázta a csoportomat, de hát várom mindenkit szeretettel. Én ezelőtt csak mentálhigiénével foglalkoztam idős otthonban, és aztán utána hallottam erről a mozgásformáról, és mivel néptáncolok már 20 éve, ezért ez számomra evidens volt, hogy én ezzel szeretnék továbbra mentálhigiénés és tevékenységet folytatni ezzel a mozgásformával, hiszen nem csak a lelküket gyógyítom azzal, hogy nevetünk, meg utána beszélgetünk, és esetleg nagyon sok mindenkiről tudom is, hogy él, mint él, mik a nehézségei, hanem mellette a fizikai kondíciójukat is, meg az agyi kondíciójukat is tudom regenerálni, úgyhogy én azt gondolom, hogy egészségfejlesztő mentálhigiénésnek ez a legjobb mozgásforma, vagy a legjobb tevékenység, ami létezik. Úgyhogy így egészségfejlesztés mentálhigiénésként, szenior örömtánc oktatóként
telnek a mindennapjaim. Több csoportom van egyébként, így a város meg az ország más területén is. Átlagban naponta két csoportot vezetek. Emellett még mentál higiénésként mesével is foglalkozom, és akkor mesés csoportokban is regenerálódunk.